Idén a Hungexpo területén március. Idén már Bácskiskun megye kapujaként mutatkozhat, de Kecskemét március 2-a és 5-e között a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban megrendezett utazási kiállításon. Bár egyértelműen turisztikailag is a leglátogatottabb térség a megyeszékhely, a régiókkal történő közös összefogás minden településnek előnyére válhat. A megyes tandján Kecskemét idén 7 társkiállítóval, Bajával, Kiskőrössel, Tiszakécskével, Kiskunhalassal, Kiskunmajsával, a Kalocsai Érsekséggel és Bócsával közös arculatot kialakítva mutatja majd be az idei turista csalogató látványosságaikat. Végre a mi megyénkkel együtt jelenhetünk meg, és sikerült úgy összetenni a kínálatot, hogy olyan szlogeneket, olyan hívószavakat választottunk, ami nem csak Kecskemétnek, hanem a megyének és a megyében lévő településeknek is abszolút megfelelő, és így összetudjuk tenni azokat az értékeket, attrakciókat, turisztikai lehetőségeket, amivel már közösen sokkal jobban fel tudjuk hívni a figyelmet azokra az értékekre, amik itt a mi kis térségünk régiónkban található. A polgármester kiemelte, a turisztikai versenyképesség egyik fő eleme, hogy a települések és a kistérségek pontosan megértsék az utazni vágyók motivációit és igényeit. A látványos és színes programok sokakat vonzanak, de egyre többen keresik a valódi kikapcsolódást, az egészséget, az értékek megismerését támogató pihenési lehetőségeket. Azért az látható, hogy most egy olyan érték is megjelent a kínálatok között, illetve a maga turisták érdeklődési körében, hogy hol lehet egy nyugodt, kiegyensúlyozott, egészséges, de ugyanakkor unikális értékeket is látni és élményekhez jutni, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezzel már versenybe tudunk szállni mi is itt az óriási kínálatok közepette. Kecskeméten komoly turisztikai fejlesztések történnek jelenleg is. A 2017-es év Kodály emlékév, a kecskeméti fürdő pedig az idei vizes VB egyik helyszíne lesz. Ezen két eseményhez kapcsolódva számos fesztivál és turista csalogató rendezvény biztosítja már tavasszal is a városba látogatók és a lakók szórakozását egyaránt.